Jó estét kívánok! És ugye a szülői hang közösségnek a, hát hogy mondjam, kérésére, többek között ennek a kérésére karolta fel ezt a témát, akik azt kérik, hogy a képviselők ne támogassák ezt a törvénymódosítást. Hát olyan nagy érdeklődés nem volt, ahogy láttam ma a parlamentben, mert hogy elég fokhiasak voltak a pacsorok, a fideszesek, KDNP-sek se voltak sokan ott. Hát a KDNP-s pacsorok konkrétan teljesen üresek voltak, sőt, azért kezdjük ott, hogy a két miniszter, az egyik a benyújtó Semmilyen Zsolt, másik pedig az előadó Kásler Miklós, egyik se volt ott. Bódis Józsefre hagyták ezt az egész vitát, ami neki abból állt, hogy az elején elmondta egy papírból a gondolatait, és utána a végén pedig lezárta. Tehát vita se volt igazából, de ez nem véletlen. Tehát bagatelizálják ezt az egész törvényt, azt akarják, azt a látszatot akarják kelteni a kormány oldaláról, mintha semmi fontos dolog nem történne. A vakációra dobták rá a diákokra és a szülőkre ezt a förtelmes törvényjavaslatot, és persze a tanárokra is, akik azért gondolom már nagyon várták itt a szünidő kezdetét. Ehhez képest most ezzel vagyunk elfoglalva, hogy a kormány hirtelen itt egy teljesen új feltételt rendszer szab. Ugye a dolog nagyon röviden összefoglalva az, hogy a magántanulói jogviszonyt kivezetnék, és akkor lenne helyette az egyéni munkarend, viszont valamilyen központi grémium döntene erről, de és ezt nem megtudtuk, hogy kicsoda, de egy ugye salátatörvényről van szó, tehát itt egy rakat dolog van benne. Az iskolaigazgatók például kaphatnak plusz pénzt, gondolom, ha jól viselkednek, de kirúghatókká váltak még könnyebben, hogyha nem viselkednek jól, és egyébként meg az ellenvélemény nem fog látszani, mert a diákok, a tanár, a tantestület, a szülőknek a véleményét nem kötelező kikérni. Elképesztő vita volt egyébként ebből az egyszem fideszes, aki ebbe jött, igazából exponálta magát meg az egész ellenzék között. Ráadásul ugye a Tajgetosz törvényként talán sokan emlékeznek rá, hogy nagyon sok gyermeknek a jövőjét azzal kvázi eldöntötték, hogy osztályozzák például a diszkalkuliás gyerekeket, ami borzalmas. Tehát édesanyák, édesapák írtak nekem, hogy minden egyes dolgozat trauma a gyermeknek, mert hogy konkrétan minden másból jó, matekból, vagy egy bármely tájból nem jó, abból is osztályozzák, és ezzel nem hajlandók változtatni. Ellenben úgy tűnik nekem nagyon, és nem cáfolták ezt az úgynevezett vitában, hogy itt célfeladatot kaphatnak majd a tanárok, ugye ez kötelező elvállalni, és ők fognak majd a különböző tanulási nehézségekkel foglalkozó gyermekekkel, vagy rendelkezésekkel foglalkozni. Kéne. Hát ugye kettő lesz, két ember, egyik, aki általános tanár, a másik pedig, akinek végzettsége van, de könyörgöm, hol vannak tanárok kellő számban az országban, tehát már minden attól hangos. Pontosan. Szóval az egésznek a szemlélete. Azt értem, hogy egy család a törvény, de térjünk vissza a magántanulói státusz átalakítására. Tehát azt mondta, hogy megtudták, hogy kik döntenek. Állítólag az a bizonyos misztikus hivatal, az az oktatási hivatal, de szeretném hangsúlyozni, hogy ez a törvény önmagában egy dolog, de hogy mellette rendeletek fognak jönni. És a rendeletek, azok pedig egyáltalán nincsenek az országgyűlés kezében. Úgyhogy itt még zsákba macskát rejtegettek számunkra a kormány részéről. Ugye azt szokták nagyon egyszerűen mondani, hogy a magántanulói státusz két csoportot érintett, akit a közoktatás zárt ki magából, meg aki nem szeretne ebbe a közoktatásba részt venni. Ez leegyszerűsítés, mert ha az ember utána olvas, akkor tudja, hogy ugyanúgy ott vannak a sajátos nevelési igényű gyerekek, akikkel kicsit nehezebb bánni, és ezért egyszerűbb elküldeni őket, de ott vannak a kiemelkedő képességűek is, művészek, sportolók, tehát nagyon heterogén ez a csoport. Nagyon sokféle gyermek van, és nagyon úgy tűnik, hogy egy egyen megoldással az egészet meg akarják szüntetni az egész rendszert, bizonyos egyéni munkarendet akarnak bevezetni, amiről nem tudjuk pontosan, hogy fog kinézni. Az oktatási hivatal fog erről dönteni, tehát egy ilyen, egy falanszterszerű intézményhez kerül a döntés, a helyben a gyermekeket látó és a családokat ismerő az iskolai igazgatókon és egyéb szakemberek helyett. Na most azért több csoport van itt. Több csoport van itt, mert vannak mondjuk igen, tehát vannak akik különböző élsportoló, tehát olyan életrendje van, hogy nem fér bele, hogy iskolába üljön. Van, amiről ön is említést tett, hogy ez egy nem jó dolog, és Eritok Nóra is erről elítélően írt, hogy ezt meg kell szüntetni, de ez szakember kell, hogy valakit kvázi eltanácsolnak az iskolába, mert nem tudják beilleszteni. De ha most visszatessékelik őket a rendszerbe, de nincs elég tanár, és nincs elég segítő körülötte, akkor mi lesz ezekre a gyerekekkel? Tehát ez sincs megoldva. És a harmadik pedig azon szülők, akik valahogy ki akarták vinni a gyermeküket a közoktatásból, és itt szerintem a lényeg az itt van, hogy ahelyett, hogy a Fidesz meg a KDNP, mert ugye itt a KDNP exponálja magát, fogná magát és egy jól működő oktatási rendszert csinálna, abból a rengeteg adóból, amit ez az ország összead, és minden másból, ami még ebbe az országba az Európai Unió irányából érkezik, ahelyett gyakorlatilag bele akarja kényszeríteni a diákokat, a szülőket, a tanárokat egy olyan rendszerbe, és
ahol igazából senkinek nem jó már, se a diákoknak, se a tanároknak, se a szülőknek, és ez az egész javaslat számomra, itt vannak előttem a papírjaim, egy teljesen abszurd próbálkozás arra vonatkozóan, hogy mindenki fejet hajtson, hogy jó, hát akkor ez van, akkor ide kell mennünk. Nem. Tehát ez így nem maradhat. Azt olvastam már, nem emlékszem valamelyik szakmai portálon, hogy azért a köznevelési törvényben marad egy kis kapu, ez az úgynevezett otthontanulási lehetőség, amire sokszor maguk az iskolák próbálják rábeszélni a szülőket meg a gyerekeket, mert hogy a normatíva ilyenkor jár a gyerek után. Én is olvastam sok mindent, de örültem volna, hogyha mondjuk az államtitkár úr, esetleg egy olyan államtitkár jön be, aki például a szakmai szervezetekkel állítólag egyeztetett, mert de tényleg elképesztő volt, hogy arra hivatkozott Budis államtitkár, hogy egy másik államtitkár bonyolította az úgynevezett egyeztetéseket, és egy olyan szervezetet citáltak oda, hogy nem jött el az egyeztetésre, a MEOSZ, aki konkrétan egy nagy állásfoglalást adott ki arról, hogy mi a problémája ezzel a javaslattal. Tehát csak azt lássák ezt, hogy ez úgy, tényleg úgy lett ládobva az országba, és én nem vagyok oktatáspolitikus, de azért mentem be erre a vitára, mert ez mindannyiunkat érint. Szülőket, felnőtteket, bárki, aki Magyarország jövője iránt aggódik, az figyeljen most oda, hogy mi lesz ezzel a javaslattal, mert hogy itt gyakorlatilag még jobban kicsinálják a gyerekeket. Most sok mindenkiről beszéltünk, gyerekekről, szülőkről, de mit mondanak a tanárok? Hát én felolvastam ott például a francia tanárok szervezetének az állásfoglalását tankönyvek kapcsán. Ez érdekes volt, mert erre kaptam egy választ, mely szerint meg fogja a kormány hallgatni őket. Nem, bocsánat, tehát teljesíteni fogja a kérésüket, hogy megfontolják azt, hogy a francia tankönyveket bővítsék, hogy ne vacak elavult tankönyvekből kelljen tanítaniuk. Hát én azt láttam, hogy diákok sereget tiltakozott, tanárok tiltakoztak, a Waldorf Szövetségtől elkezdve annyi levelet kaptunk, át is adtam utána az államtitkárnak, és hát azért a tanárok elég világosan kifejtették az akaratukat, tehát a PDS, a PS is megszólalt, tehát két fontos szakszervezetről beszélek. Senki nem üdvözölte ezt a törvényjavaslatot, és azzal kezdték a vitát, hogy ó, hát ezek ilyen, ahogy a közleményt is, hogy apró módosítások. Ezek nem apró módosítás. Nagyon röviden csak, ugye Paksra kapcsolatos egy friss hír, hogy elkezdődött a Paks 2 kapcsán felvonulási épületek kivitelezése, tehát most először klasszikusan az első kapavágás megtörtént, és ezzel párhuzamosan, amint ön sejtett, Varga Mihály megpróbálja újra tárgyalni a finanszírozási szerződést. Ilyen szempontból végülis ez egy jó hír, az újra tárgyalás, nem? Ez egész úgy rossz, ahogy van. Tehát onnantól elkezdve, hogy tegnap éjjel a fél ország kiborult azon, hogy Orbán Viktorék a rezsiharc jegyében, mint kiderült, megvétózták az uniós szintű klímatörekvéseket pár csatlós országgal. De teljesen más a történet. Tehát itt valami egészen elképesztő játékoznak, és most tartják a markukat, mintha eddig nem kaptak volna két masal segényi pénzt már, mint az ország arra az elmúlt években, hogy például energiahatékonyságot növeljünk. Tehát ez is Paksról szól. Tehát azért is vétóznak, mert gyakorlatilag az a vétó, az jó az atomenergiának, jó a gáznak, jó Mészáros Lőrincnek, a Mátrai erőműnek, tehát ők egy olyan konstrukciót akarnak itt Magyarországon fenntartani, ami több tíz éves, tehát tényleg 70-es, 80-as évekről beszélünk. És az, hogy Varga Mihály állítólag újra akarja tárgyalni ez az egészet, hát én emlékszem rá, ott ültem a parlamentben. Orbán Viktor azt mondta, ez az évszázad szerződése, és a Varga Mihály az kiválóan megoldotta ezt a szerződéskötést. Ezek szerint mégsem úgy rossz ez az egész, ahogy van, azt tudom mondani, ahol atom van, ott kevesebb a megújuló energia. És itt most már tulajdonképpen az életünkkel fogunk fizetni azért, hogyha ilyen politikusokat cipelünk tovább. Ezért nagyon fontos, hogy a következőkben mindenki nagyon figyeljen arra, hogy mi történik az ilyen klímavédelemmel kapcsolatos különböző egyezményeknél, mert nem lesz ott rezsi, meg gazdasági növekedés, meg versenyképesség, meg semmi, hogyha nem sikerül a következő 10 évben megfordítanunk a tendenciát. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és itt van már velünk Holló Márta is, aki ad egy kis ízelítőt a fél tízes iradó témáiból. Szervusz! Szervusz, Emilia, jó estét kívánok! Augusztus végéig adna haladékot a kormány a banki adategyeztetésre. Az eredeti határidő jövő héten járna le, de több mint 1,5 millió számlatulajdonos még mindig nem kereste fel a bankját, köztük több százezer vállalati ügyfél sem. Aztán sok szülő szerint még mindig hiányzik a K-vitamint tartalmazó konakion ampulla, amit a csecsemőknek kell adni, ezért az interneten próbálnak keresni. A szakemberek szerint nincs hiány, és óva intenek mindenkit attól, hogy a világhálón vásároljon a patika helyet. És mostantól drónokkal is kereshetik a vízimentők a bajba jutott embereket a Balatonnál. 3 drón segíti majd a munkájukat. 9:30-kor jövök a részletekkel, várom Önöket.
Köszönjük szépen, és akkor egy kis programajánló, most nézzék a Jakubcsek Pluszt, utána nézzék a Híradót fél tíztől, vasárnap nézzék az előválasztási vitát Simon Andrással, hétfőn pedig az Egyenes beszédet Rónai Egonnal. Szép estét!